Köszöntöm nézőinket, Önök közéleti magazinunkat látják, Jela Jászmin Grace vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. Erzsébet tábor idén 120 gyereknek szervez programot a Humán Szolgáltató Központ. A szeptemberben kezdődő őszi-téli versenyszezonra készülnek a szekszárdi dzsúdósok. RC Offroad Magyar Bajnokság Szekszárdon. Immár negyedik éve pályázik minden esztendőben Erzsébet táborok szervezésére a Szekszárdi Humán Szolgáltató Központ, ezzel ingyenes lehetőséget biztosítva az adatbázisukban lévő gyerekeknek. Idén összesen 120 fiatalnak tartanak egyhetes programot, amelyben szerepel a hagyományok ápolása, a sport és egészségmegőrzés, illetve a kézműveskedés és több kirándulás is. Hatalmas dobókockát használtak a gyerekek a méretes társasjátékhoz Szekszárdon az Energia Parkban. Ezúttal 30 fiatalnak szervezett egyhetes elfoglaltságot a Humán Szolgáltató Központ az Erzsébet tábor keretében. Jó programok vannak és kedvesek velünk a néni meg a bácsik. Nem kell otthon lenni. Hát igazából otthon is lehetünk, csak a táborban találkozhatunk barátokkal, ismerkedhetünk másokkal is, és új játékokat is találhatunk. A központ immár negyedik éve pályázik minden esztendőben a programra, hogy ezzel ingyenes lehetőséget biztosítsanak az adatbázisukban lévő családoknak. Idén összesen 120 gyereknek szerveznek tábort. Azért jó, mert ingyen tudunk a gyerekeknek ilyen lehetőséget biztosítani, hogy tulajdonképpen egy 5 napos tábor keretében ő tud töltődni, játszani. Szülőknek is úgy gondolom ez nagyon nagy segítség a részünkről, és főleg az dominált bennünket, hogy ezáltal ingyenessé tudjuk tenni ezt az egy hetet a gyerekeknek. Most is betöltöttük a 30 főt, és úgy vagyunk általában, hogy 6 évtől 13 éves korig, tehát tulajdonképpen az általános iskolás korú gyerekek azok, akik beférnek ebbe a pályázati lehetőségbe. Mindig a hétfőt úgy kezdjük, hogy van egy ilyen ismerkedős délelőttünk, akkor ilyen névtanulós, ismerkedős, közösségépítő játékokat játszunk, és hétfő délután például mentünk a Wosinski Múzeumba, megnéztük a múzeumot, ott van ugye múzeumpedagógus, aki mindig segítségünkre van, ő végigvezette a gyerekeket, volt játékos feladat, volt kézműves foglalkozás. Ez volt a hétfői napon. Kedden volt a katonaság nálunk, tehát a gyerekek egy ilyen kis kiképző táborszerűségen vehettek részt, amit nagyon élveztek különben. Ott voltunk délelőtt, a délután az a kézművesség jegyében zajlott. Aki nem szeretne annyira kézműveskedni, mindig van olyan lehetőség, hogy sportolunk, tehát fölkeresünk egy tornapályát, vagy akár kijövünk a gyerekekkel ide az Energia Parkba, aki mozgékonyabb és mondjuk nem ül le, nem szeretne kézműveskedni, varni. A tartalmas szakmai programok között szerepel a hagyományok ápolása, a sport és egészségmegőrzés, illetve a kézműveskedés és több kirándulás is. A jelentkezőknek a fele az ügyfélkörünkből kerül ki, és direkte, célzottan keressük őket ezzel a lehetőséggel, mert nekik tényleg szinte ez az egy lehetőségük van arra, hogy a nyarat valamilyen tábori körülménybe tudják tölteni. A többiek úgy jönnek a gyerekek, hogy ők évek óta visszajárók hozzánk, van egy adatbázisunk, ami alapján dolgozunk, és ugye mi óvodai, iskolai, szociális segítők így a járás szintjén kint vagyunk ilyen 58-60 intézménybe, és nyilván szólunk azoknak a gyerekeknek, akiket látjuk, hogy na, neki jó lenne, hogyha jönne, mert rászorult, vagy tudjuk, hogy a szülő megkeresne bennünket, mert esetleg dolgozik egész héten, és milyen jó lenne ez a lehetőség. Igen, a keretünk az szűkös, tehát ilyen 30 fővel szoktunk menni, de mindig azt mondjuk a jelentkezőknek, hogy egy hetet próbálunk biztosítani. Úgyhogy jönnek szép számmal a gyerekek hozzánk. 2023-ban egyébként 915 intézmény, mintegy 650 településen 88 ezer résztvevővel kapcsolódik be a nyár folyamán a napközi Erzsébet táborok lebonyolításába az országban. Tolna vármegyében 26 intézmény szervezésében 22 településen összesen mintegy 2300 gyermek részvételével zajlanak a napközi Erzsébet táborok. Ezen belül Szekszárdon 11 tábor tartanak a nyár során. A napközi Erzsébet táborokra hatalmas igény mutatkozik minden egyes évben. A napközi táborok megszervezésére és lebonyolítására minden évben az Erzsébet alapítványhoz lehet benyújtani a jelentkezéseket. Ezeket a jelentkezéseket év elején jelenteti meg az alapítvány
jellemzően. Egyébként köznevelési intézmények, családsegítő szolgálatok és központok, kötelező közművelődési feladatot ellátó intézmények, valamint tanodák tudtak jelentkezni idén 1-8 évfolyamos diákokkal, és óvodák is pályázhattak 2023-ban a napközik lebonyolítására, megvalósítására. A finanszírozás a táboroztatási programban valósul meg állami támogatással. A napközi Erzsébet táborok a szülőknek nem terhelik meg jelentősen a pénztárcáját, hiszen egy nap mindössze 100 forint összegű úgynevezett részvételi biztosíték befizetésével vehetnek részt a gyermekek ezekben a táborokban. A jelentkezésnél az intézményeknek egy programtervet is be kell nyújtaniuk az Erzsébet alapítványhoz. Ez épülhet a település, a régió jellegzetességeire, vagy akár a helyi sajátosságoknak is teret engedhetnek a pedagógusok, a szervezők. Egész nyáron a szeptemberben kezdődő őszi-téli versenyszezonra készülnek a szekszárdi dzsúdósok. A fiatalok folyamatosan edzőtáboroznak azért, hogy a közelgő magyar bajnokságon a lehető legjobb eredményeket hozhassák majd el Tolna vármegyébe. Éppen a délutáni bemelegítést végzik a szekszárdi Gemenc Judo Klub sportolói az Egyesület nyári táborában. A fiatalok naponta háromszor edzenek itt egy héten át. A cél, hogy az ősszel kezdődő versenyszezonra a lehető legjobb formában legyenek. Reggel fél hétkor kelünk, elmegyünk, futunk egy 40-45 percet, abban vannak sprintek, lépcsőzés, nem egy egyszerű kocogás. Reggeli, délelőtti edzés, ahol elsősorban fizikai felkészítés van, mint mondtam, alapozó tábor. Délután pedig itt kint dolgozunk a napfényes nánai dombokon. Nagyon bízok a lányokba, fiúkba együtt, én most inkább a lányokat edzem, a kisebb korúakat, viszont ugyanúgy a felnőtt válogatott, vagy a idősebbeket is edzem, a válogatottakat, Sáros Diákost kiemelve. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy reménység, hogyha nem lesz sérülés, nem fog semmi közbeszólni, akkor én azt gondolom, hogy nagyon komoly eredményt tud elérni. A lányokról is azt mondom, hogy van 4-5 olyan személy, akiből bárki, bármi lehet, és én nagyon bízok bennük. Majd fogjátok látni, hogy edzem őket. Tényleg kitartóak, szorgalmasak, akarnak. Erről azt gondolom, hogy más nem lehet. Nem szólhat a fáma, mind arról, hogy csapat, együtt, kőkemény munka, nagyon nagy szigor, nem lehet alább hagyni semmiből, mert hogyha egyet mulasztunk, az teljesen meg tudja határozni az egész évi munkánkat.
gyerekek most 20-an vannak a táborban, lányok és fiúk vegyesen, nemenként más-más edző foglalkozik velük. A fiatalok a következő héten sem pihennek, előbb Moson-Magyaróváron folytatják a felkészülést, majd az Egyesület szexádi termében teszik ugyanezt. Szeptembertől ugyanis elindul a versenyszezon, októberben pedig kezdődik az igazi nagyüzem. Nagyon keményen készülnek az őszi magyar bajnokságokra. Gyakorlatilag erre alapozódik az egész teljesítmény, ami a versenyen kijön majd. Büszke vagyok a gyerekekre, hogy ezek a gyerekek most például nem Balatonon nyaralnak, nem szórakozó helyen vannak, nem különböző játékgépeken játszanak, nem a számítógépen otthon ülnek, rajzolnak, hanem itt szenvednek, izzadnak, hisz az eredménynek csak így jön meg. Tehát a munkának az eredménye csak ez. Ezt fogja kifejteni, ez adja meg. Tehát én nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk, hogy ők nem azt tudják elmondani, hogy melyik számítógépen milyen játékot kaptak meg a szüleitől, hanem ők itt vannak, egy csapat, együtt vannak. A klubnak több igazán komolyan vehető fiatal sportolója is van. Nekik nem titkolt céljuk, hogy az őszi szezon végére a magyar bajnokság legjobbjai akarnak lenni. Július utolsó szombatján megélénkült a Spurkerék Modellező Sportegyesület szexádi pályája, ugyanis a klub rendezte meg az RC Offroad Magyar Bajnokság 5. fordulóját. A Tolnavár megyei futamon 64-en indultak. Mondhatni, mérnöki pontosság szükséges az autóépítéshez, majd a pályán az irányítás nagyfokú precizitást és koncentrációt igényel. Az 5. fordulójához ért az RC Offroad Magyar Bajnokság, aminek ezúttal Szekszárd adott otthont. A Tolnavár megyei futamon 64-en indultak. A megméretetésre az ország minden tájáról, például Pécsről, Győrből és Pápáról is érkeztek. Idén ez a második forduló Szekszárdon, 6 futamból 2 kapott most a Szekszárdi Egyesület megrendezésre. Alapvetően kétféle típus különböztetünk meg, elektrom és nitro meghajtású járműveket. Ezek a buggy kategória, 1-8-as buggy kategória és az 1-10 CT kategóriát képviselik itt a Magyar Bajnokságban. A Magyar Bajnokságot úgy kell elképzelni, hogy 3 időmérő van, 3 időmérőből a 2 legjobb időmérő eredmény számít, és ezzel kvalifikálja magát valaki a 3 döntőbe. 3 döntő egymás után egy kb. Másfél órás különbségekkel fut le. Ezt azért kell megtartani ezt a különbséget, hogy az elektromosok tudjanak tölteni, 1 órát minimum biztosítani kell. A 2023-as RC Offroad Magyar Bajnokság utolsó, vagyis 6. fordulóját Győrben rendezik majd meg. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 10 perc áll rendelkezésre a rajtól számítottan, és a 10 perc után befutók következnek, és az már a befutási sorrend lesz. Számít a kör, és innentől kezdve a befutási sorrend, semmi más. A legjobb idő, az itt nem számít. A Szekszárdi Egyesületből is nagy számmal indultak versenyzők, a csoport egyébként junior és pro kategóriában is kiemelkedő eredményeket ér el. A Magyar Bajnokság tabelláját jelenleg Eszenyi András vezeti. Jelenleg minden generációban, tehát 10 évente feltűnik 2-3 őstehetség, és nagyon nagy szerencsé van az Egyesületünknek, mert nálunk van jelenleg 2 darab ebből. Márton Falvi Dénes, aki éppen most befutott mögöttünk, és mögöttem Fekete Hunor. Én nagyon örülök, hogy velük foglalkozhatom. Anno én is 4 évesen kezdtem el, és ők is hasonló korban vannak, és felettébb kellemes végigkövetni a fejlődésüket évről évre. Rettentő nagyon szorgalom, ugye a mai világban már látjuk, hogy
hogy a gyerekek számítógép elé ülnek be, tehát nyilvánvalóan itt fizikai jelenlét is kell. Itt vagyunk kint a tűzőnapon, nagyon meleg van, izzadunk, tehát nem feltétlenül kellemes, viszont pont ezért az, amit kapunk vissza, a sikerélmény, az sokszor örömbeli síráshoz vezet. Junior kategóriában is, és pro kategóriában is első helyünk vannak. Gyakorlatilag a tabellát most jelenleg én vezetem, és hogyha ezen a versenyen a top 5-ben benne vagyok, akkor megvan a magyar bajnoki cím, elhozzuk az egyesületnek. Ugyanígy másik kategóriában is tabella vezetés, és másik helyeken vagyunk jelen, tehát még elképzelhető az, hogy minden kategóriát mi nyerünk. Kettő éve léptünk be az egyesületbe, ide Szekszárdra, amikor Ede mondta, hogy elkezdi építeni ezt a pályát, akkor úgy voltam vele, hogy mindenképpen mi is szeretnénk ebből részt vállalni. A máshogy nem, így úgymond tiszteletbeli tagként, hiszen nekünk a fő egyesületünk az máshol van az országban, de ide is beléptünk tagnak, hogy ezzel is támogassuk, hogy ez a pálya mielőbb felépüljön és fel is épült. Én az Edét már több mint 10 éve ismerem, de igazán akkortól figyeltem fel rájuk, amikor elkezdett egyre jobban nőni a taglétszám, és elkezdett épülni maga a pálya. Hát amit ad nekünk? Hát elsősorban adott az, hogy Szekszárd várostól a fiaim díjat kaptak tavaly, mind a ketten azért, mert dobogós helyen végeztek a végén ebbe az egészbe. Másrészt egy nagyon-nagyon családias, segítő közösség. Ugyanúgy, ahogy én is segítek bárkinek, aki idejön hozzám, nem csak spurkeregesnek természetesen, ezt visszafelé ugyanúgy megkapjuk. Tehát ilyen apróságok, hogy nincs nálam hűtő, de a spurkerekes kollégánál van, és azt mondta, hogy nyugodtan tegyen be oda az üdítőinket, hiszen ez is része a versenyzésnek, hogy ne halljuk szomjan. Mind a két fiam volt már magyar bajnok, én is, de az már régen volt. Az éreflexeim már nem olyan jók, mint az övéké. A kisebbik fiam, a Huni, az juniorban volt bajnok, Zsombor Elbagiba volt bajnok 18-ban, tavaly előtt volt második, harmadik. Most meg szeretnénk úgymond ezt a kategóriát is nyerni, de ez sajnos nem idén lesz, mert nagyon-nagyon szoros a mezőny. De én úgy vagyok vele, hogy egy ilyen szoros mezőnyben egy második vagy egy harmadik hely, az még nagyobb diadal, mint egy gyengébb mezőnyben egy egyszerű első. Így tudnak igazán tanulni, meg így tudnak fejlődni, és egy ilyen minőségű pályán tényleg nemzetközi szinten tudunk autózni, és emiatt a tudásuk is sokkal erőbb érje el azt a szintet, ami ahhoz kell, hogyha külföldön szeretnénk versenyezni. Fekete Róbert szerint a legfontosabb a kitartás. Ez igaz a pályaépítésre, az autó felkészítésére és a vezetési tudás megszerzésére, hiszen mind a háromhoz ugyanaz kell a kitartás, és mind lassú folyamat, és sok-sok apróságból áll. Hát, hogy a pályaépítés mennyi apróságból áll, arról az Ede tudna mesélni, aki tényleg az utolsó szögig gyakorlatilag tökéletesítette a pályát, nem nagyon lehet kivetni valót mondani rá. A fiaimnak meg azt tanítom, hogy szintén türelemmel próbáljanak meg, hát kezdetektől az utolsó helyről megtanulni először veszíteni, aztán megtanulni nyerni, mert utána meg megint rossz lesz veszíteni. Úgyhogy talán a kitartás, ami a legfontosabb, és ez igaz talán az autónak a szerelésére is, itt nagyon sok idő, és azt is meg kell tanulni. És hogyha valami nem sikerül elsőre, leesik egy csavar, áramlik az autó, azt meg kell tudni valahogy élni, el kell viselni úgymond a csalódást ott is, és ha ebből föláll, akkor fog tudni sokkal-sokkal később, szerintem később az életben is talán ebből úgymond jól kijönni, és ezt a szerelési mechanikai tudást ezt később is fogja tudni használni. A Szekszárdi Egyesület egyébként 2010-ben alakult. Kezdetben ilyen 10-12 fős kezdéssel, aztán ilyen hullámvölgyön keresztül eljutottunk, most már jelenleg 44 tagunk van. Én 20 évvel ezelőtt találkoztam ezzel a sporttal, és ez így megragadt nálam, és ez maradt is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!